Szervusztok, itt a Filmbarátok Express egy újabb sorozatos kibeszélővel. Itt van nálunk Gergő. Sziasztok! És itt van a Walking Dead kihagyása után viszont Shirin. Szervusztok! Aki Zoli profiljával logolt be, és borzasztóan irritál minket, hogy közben Zoli néz ránk. Hát nagyon-nagyon sajnálom, de hát annyira elkötelezett voltam, hogy még egy kerti sütés alkalma közben is jöttem és podcastelek. Nagyon jó. És ráadásul még itt maradtál, mert nem kis technikai problémákkal küzdöttünk itt. Hála az új Skype frissítéseknek, imádjuk. Igen, Freddy, ez nagyon amatőr, tehát többet várok tőled. Igen. Felkészületlen vagy kissé, annak ellenére, hogy Siri milyen lelkes és elkötelezett. Igen, a hangstúdió minden alkalmazottját kirúgom holnap. Ajjaj. Az első. Jó, na, Better Call Saul. Ez a sorozat, amiről ma beszélünk. Igazából nem is volt szerintem kérdéses, hogy elővesszük ezt, mert a Breaking Bad-et is alaposan megtárgyaltuk annó, és ez így már kicsit filmbarátok szívügy. Úgyhogy most lett vége az első évadnak, ami 10 részes, természetesen spoileresen fogunk róla beszélni, és gyanítom, helyenként Breaking Bad spoilerek is előfordulhatnak, úgyhogy, de szerintem nem nagyon nézi ezt olyan, aki azt ne látta volna végig. Hát én neten amúgy láttam pár embert, aki így írta, hogy Breaking Bad nélkül amúgy érdemesen nézni, mert ők például úgy nézik, és nem tapasztaltak semmit, de amúgy pont aktuális lesz a podcast, mert hogy a jövő héten lesz a záró epizód a magyar AMC-n szinkronosan, úgyhogy még a szinkronos nézők is boldogok lehetnek, hogy ilyenkorra készítjük el nekik ezt. Aha. Hát nem tudom, hogy Breaking Bad nélkül milyen lehetett ez a sorozat, de lehet, hogy erről majd még beszélünk, de az első két rész szerintem pont az, ami miatt valaki ott hagyná. Hát, ja. Inkább az első. Inkább az első. Főleg az első 5 perc. Igen. Ja. Jó, úgyhogy egy kérdés, mielőtt még beszélnénk magára a sorozatról, amikor azt hiszem az utolsó Breaking Bad évad alatt jelentették be, hogy lesz ez a spin-off, mi volt az első gondolatotok? Fuck yeah! Igen, végre. Tehát minden ilyen kulcsorozatnál szerintem van egy ilyen kis teórikraftolás, amikor így gondolkoznak az emberek, hogy mégis miből lehetne spin-offot, melyik karakterből, mit szeretnének abba látni. Csak a legtöbb ilyen sorozatnál ez így elhal. Tehát senki nem csinál belőle semmit, véget ér a sorozat, aztán mindenki megy tovább. De végre itt a Better Call Saul-nál végre megcsinálták azt, amit az emberek akartak, hogy legyen egy szólos spin-off, és lett. Uh-huh. És olyan lett végső soron stílusilag, mint amire vártatok, mert én amikor meghallottam annó, én sokkal több vígjáték elemet vártam, és ahhoz képest szerintem ezt a vonalat is megkaptuk, de nagyon jól adagolva. Egyértelműen humorosabb, mint a Breaking Bad, aha, de ugyanúgy hozza azt a drámaiságot, és ugyanazokat a stílusjegyeket is amúgy fel lehet fedezni, mint a Breaking Badnél. Tehát azért az ember végignéz az írógárdán, akkor nagyjából ugyanazok vannak, mint akik nekünk így azt a csodasorozatot már elkészítették ezelőtt. Uh-huh. Sőt, a rendezők is olyanok, tehát akik már ezelőtt Breaking Bad-eztek, és én maximálisan elégedett vagyok azzal, amit így elhoztak nekünk Breaking Bad megidézésnek. Én teljes mértékben egyébként komédiát vártam tőle, tehát a Saulnak a karakteréből én azt hittem, hogy azt tudják kihozni, hogy csinálnak belőle egy ilyen valamilyen komédiát, amikor a tárgyalóteremben hülyéskedik és ilyesmi. Ehhez képest, amit kaptunk, ugye az nyilván sokkal inkább egy dráma, de jobban örülök neki, sokkal jobban örülök neki. Uh-huh. Igen, igazából teljesen egyetértek, hogy kellemes meglepetés volt. És nyilván azért a sorozat meg tud nevettetni rengeteg alkalommal, főleg a Saulnak az imidzsével is játszik, hogy ő azért nem olyan ügyvéd, mint a klasszikus ügyvéd a többi ügyvédes sorozatból, gondolva itt arra, hogy amerikai Szamoában tette le a levelezői tagozaton az ügyvédi titulust. Azért ez már sokat elmond, de ez hát pont... az a tipikus zugügyvéd. Igen, igen. Úgyhogy ami nekem most próbálunk egy kicsit így átfogóan beszélni a sorozatról, aztán rátérünk az ilyen történetszálakra is, hogy nekem ami a sorozatban nagyon-nagyon tetszik, az, hogy 10 rész alatt is egy pikpak kis ilyen mikrouniverzumot létrehozott. Ott van a gonosz ügyvédi óriás, ügyvédóriás, akihez valamilyen szál köti, Chuck révén,
aztán ott van a Chuck, ott van a Kim, ott van a Mike, akit visszahoztak, és teljesen én bevallom őszintén Breaking Bad-ben Mike-ért sose voltam annyira oda, mindig egy kicsit olyan üres karakternek tartottam, és itt pont megkapjuk azt, amit ott hiányoltam, hogy kaptam egy betekintést a karakterébe. De milyen betekintés ráadásul. Igen, úgyhogy hát nem gondoltam volna, hogy ő rendőr volt korábban, azért ezt az infót szépen eltitkolták. De én sejtettem, volt erről szó szerintem. Szerintem erről volt szó. Breaking Bad-ben. Igen, egy párszor mondta, hogy még annó is igen, rendőr volt. Visszavonult rendőr. Ez erről többször is volt szó egyébként. De ha már most szóba hozzuk Mike-ot, nekem nagyon tetszik ebbe az egész sorozatba, hogy ahogy most tűnik, nem csak egy Saul ugye ilyen prequel lesz, ilyen előtörténet, hanem ahogy most áll, kicsit a Mike-ról is fog szólni, és szerintem mindenkiről, aki majd így idővel ebbe bele csatlakozik. Tehát, hogyha Game of Thrones-os hasonlattal akarnék élni, akkor azt mondanám, hogy most már több point of view karakterünk van, tehát a Saul mellett ugye bekerült a Mike is, aminek nagyon örülök, mert szerintem ez oda fog vezetni, ugye, hogy többet megtudunk majd a Gus-ról, stb. És ott hát van a... erről volt szó, hogy Gus meg visszahozzák. Meg a Breaking Bad-ben amúgy azért nem tudtunk sokat Mike-ról, mert el akarták mesélni ezt a történetet. Állítólag, legalábbis ezt Gilligan nyilatkozta, csak sehogy se tudták beilleszteni ezt a történetbe úgy, hogy valamilyen, valahogy tudjon reflektálni a Walter White-nak a sztoriára. Ja, hát meg ott van Tuco is, aki nekem... Hát a meglepetés karakter volt abszolút, igazából. Tehát én ott örjöngtem örömben. Nekem a egész Breaking Bad-ből a legkedvencebb részem, legkedvesebb részem a másik évadban a Tuco versus Sivatag rész, és nagyjából megkaptuk itt is hasonlóan, és rögtön már az első részben visszahozták Mike-ot és Tuco-t, ott mondjuk egy örültem mondjuk, de kicsit aggódtam is, hogy egy ilyen rendszert csinálnak ebből is, és erre fognak nagyon rá menni, de ahhoz képest ennyi is volt. Úgyhogy tényleg nagyon jól adagolták szerintem, és tetszik ez az egész, hogy felépítették, hogy egy rohadt ilyen műköröm szalonban uborkavizet iszik, és egy ilyen 5 négyzetméteres irodája van, amit a raktárból lehet csak megközelíteni, óriási. Jó, mondjuk én ezt vártam, tehát a Saul-nak a háttértörténetére nem azt gondoltam, hogy kiesett valami hatalmas jogi, nem tudom milyen cégtől, és akkor így lett belőle, hanem tényleg ezt vártam, hogy a nulláról, a nulla mínusz egyről fölküzdötte magát, de ahogy mondtad, én is az első résznél nagyon-nagyon aggódtam emiatt, hogy hú, hát akkor most az összes rész erről fog szólni, hogy behoznak majd egy nevesített karaktert a Breaking Badből, és akkor azzal elparaláznak egy pár epizódig. Ja. Hát az konkrétan két epizód volt, és szerencsére ezt jól használtak ki, de úgy meg azért is lett volna ez fura, hogy most egyből valahonnan kiesik, mert azért nem lehet az ember 2003-ban, tehát 5 évvel a Breaking Bad előtt a kezdőpontnál, hogy a világ életében ügyvéd volt, mert ugye erről sose tudtunk a Breaking Bad-ben, hogy mégis a Saul mikortól volt ügyvéd, hogyan került erre a pályára egyáltalán. És akkor ezt most tudtuk meg, hogy éppen akkor esett át talán 2 éve a vizsgán. Jogi vizsgán, vagy lehet, hogy még hamarabb? Hát szerintem az nem derült ki teljesen, vagy... Pontos évre nem emlékszem, de valamennyinek el kellett tennie, mert ugye a Chuck is kiesett ebből az ügyvédi dologból, tehát ott biztos, hogy eltelt egy pár év, de pontosan nem tudom. Ja. Jó, úgyhogy ha már szóba került az első rész, nektek mennyire tetszett, és most beszéljünk itt a nyitó jelenetről, ami gyakorlatilag ilyen flash forward volt, és egy ilyen desszert a Breaking Bad rajongóknak, azt szerintem már rögtön a nyitó jelenet azzal a süti készítéssel felülnézetben az ordított, hogy Vince Gilligan, és egész pofás volt, de maga az első résztől szerintem annyira nem voltam, nem voltam elej, nem volt rossz, nem volt olyan, hogy hú, de csalódott vagyok, de nem tudom, kicsit féltem, hogy tényleg csak ennyi az egész. Hát láthatóan építkeztek akkor még, tehát akkor még be kellett mutatni a Saul-nak még így a korai ilyen tárgyalótermi dolgait, akkor ugye mutatni kellett a Breaking Bad-ből visszatérőknek valami jelentet, ami őket is berántja, tehát akkor már láttuk a jövőt. Pont ez dobhatta ki az új nézőket. Tehát, hogy ott nem csodálom, hogy pár új néző így elcsodálkozott, hogy mégis mi a szarért érdekel ez engem. És
De azért utána láttuk, hogy simliskedik már a Saul, ugye berántották azonnal utána a Tukót az epizód végén, tehát én abban a szempontban amúgy jónak tartottam, hogy azért úgy a fokozatosság ott van benne. Nekem annyi volt vele a problémám, hogy szerintem az jött ki belőle, hogy ez egy pilot epizódnak készült. Tehát még mielőtt el tudták volna dönteni, hogy hogy szeretnék vinni a karaktereket, hogy mit is akarnak pontosan, hogy belerázódjon mindenki újra a forgatásba, még azelőtt ugye megcsinálták ezt a pilot epizódot, hogy elfogadja maga ugye a network, és ugye ebből lett az első részünk. Nekem ez érződött rajta, hogy még nincsenek benne, még nem ott tartanak, ahol a Breaking Bad-et abba hagyták, hogy mindenki kopra tudja a karakterét, hogy mindenki pontosan tudja, hogy hova akarnak haladni, hanem tényleg ez a pilot feeling. Nagyon. Jó. És akkor gyakorlatilag így követte már a... Tehát az első rész végén ugye már megjelent Tuko, másodikban a nagyon aranyos anyukája, aki aggódott a padlószőnyegért. Ja, hát ez óriási volt, hogy milyen kedves volt az anyjával, és amint elhagyta a lépcsőt, akkor megint a régi Tukót láttuk. Azt hiszem a második részben jelent meg Chuck, ha jól emlékszem. Az első végén is ott volt már Chuck. Az első rész végén. Igen, csak aha. Akkor még nem... Én se értettem, hogy mi baja van pontosan Chuckban. Ugye ezt egy jó ideig azért húzták, vonták, ja. Hogy most akkor... Ki ő egyáltalán? Az is nagyon fura volt nekem az elején, hogy az ő... Én csomóig azt hittem, hogy ez a Chuck nem is létezik, és a, nem tudom, valamilyen simlivel szed mindig pénzt a Saul. De az meg túlságosan odaadó aha. volt, hogy azt higgye az ember, hogy átverés, és hát nem is tudom, talán a harmadik rész környékén derült ki, hogy akkor itt valami diffi van, igen. Vagy amikor már konkrétan megmutatták, de addig én csak így nézegettem, és így haveromtól is kérdeztem, hogy most csak elmebeteg, vagy tényleg van neki valami baja, mert utána Google-ban utána néztem, hogy tényleg létezik ilyen, hogy elektromágnesességre való érzékenység ilyen szinten, és amúgy nem létezik. És mit gondoltok Chuckról? Én bírom. Nagyon jól felépített karakter, és részletesen ki van dolgozva, nagyon fontos a Saul-al való kapcsolata, tehát hogy a Saul Goodman-nek ezt az oldalt is bemutatjuk, hogy ezt a családi részét, mert hogy ugye ez talán az édesanyjáról volt szó, hogy ő már nem él, az apjáról meg semmit nem tudunk, és legalább ez is egy kis családi vonulatot, és még az is, hogy mennyire odaadó tud lenni a Saul, éppen akkor, amikor nem teljesen önző és csak magára gondol. Engem idegesített, de úgy idegesített, hogy tudtam értékelni azt, hogy eléri azt, hogy idegesítsen. Tehát, mint egy jó gonosz, tehát, mit tudom én, mint a Harry Potterben az Umbridge, az is idegesít, meg mindenki gyűlöli, de tudod értékelni azt, hogy eléri azt, hogy idegesít. Én így voltam a Chuckkal, de egyébként még a legvégén is, tehát az utolsó részeknél is, amikor már ugye nem feltétlenül az a szerepe volt, hanem inkább ilyen támogató, de még ott is engem idegesített végig. Én sem voltam annyira odaérte a kezdetekben. Kicsit úgy éreztem, hogy ilyen felesleges, ilyen konfliktus forrás az egész sorozatban, meg hát kellenek emberek, de ahhoz képest szerintem nagyon érdekesen fel lett építve, és az a tárgyalós rész, azt hiszem a 8. rész volt, vagy nem tudom, amikor ott az öregek otthonnak az ügyvédeivel ott volt. Az a 8. végén volt. Igen, és az ott végig ilyen tök érdekes volt. Ő volt így kicsit a jelenetnek a titkos sztárja szerintem, hogy le tudja győzni hogy mondjam, a betegségét, meg a visszafogottságát, de aztán előjött belőle ez az ügyvédi ösztön, úgymond, és akkor végén így teljesen átlátta a helyzetet, és előjött azzal a horribilis összeggel, hogy ennyit kérnek. Szóval valami 20 milliót dobott be oda talán, hogy igen. Annyit akarnak, és ja. Így persze, hogy mindenki merezgette a szemét, és ugye meg fontos karakter volt nagyon, tehát ugye az a 9. rész végén jutottunk el oda, hogy ő fogja bebikázni Saulnak a fordulását. Ja. Tehát, hogy ebből a szempontból is szerintem szerepe volt a történetben, érdekes volt, tehát megint csak ez a Breaking Bad-es, ez a kicsit nagyon vagy inkább nagyon kitekelt karakter. Mihez is már hozzászoktunk a sorozatban, de mégis valamennyire földhöz ragadtnak érződik. Nagyon. Kicsit, amit így feleslegesnek éreztem, az a kórházas rész, hogy bevitték, meg amikor ott a rendőrökkel volt dolga,
nem tudom, azt, ezt az egész elektromágneses dolgot szerintem egy kicsit túl spilázzák. Hát azt szerintem azért kellett, hogy lássuk, hogy tényleg baj van vele, és hogy szólnak, milyen durva erőfeszítésekbe kerül az, hogy fenntarthassa ezt az életmódját neki. Persze, hát ez Saulról szólt végig, nem arról, hogy ő ott mit szenved, hanem hogy mit tesz érte meg annak ellenére, hogy ugye a végén kiderült, hogy hogy viszonyul ugye szerencsétlen James McGill karrierjéhez. Ja. Egyébként, ha ez az öregek otthonának dolgoznék, mint ügyvéd, azt csinálnám, hogy a Chuck háza előtt ott várnék, és amikor bemegy, akkor elcsórom az összes irotát. Tehát itt nagyon meg lehetne fúrni szerintem, meg a telefonhívásokból lehetne következtetni szerintem dolgokat. Azért a Magyarországon postaládában betenni az összes iratot, meg mindent, az nem tartana sokáig. Hát jó, de egy rengeteg amerikai filmben látod, hogy nem is zárják az ajtót hát egyáltalán, meg sokszor az autót sem. Most egy postaládától akkor miért fosnának, hogyha egy lakás ajtót nyitva mernek hagyni? Ja, hát nem csak hát, ilyen muris. Hát meg tudod, kerítése sincs ott a házak között, meg semmi Magyarországon, meg már 2 méteres téglafal lenne körülbelül szerintem. Persze, de tőled félünk, Gergő, hogy átjössz és lopsz, meg nem hát, tudom. Ja, meg kifoszta a postádat, meg beleköpök a Tesco-s. Nem elviszed tudom, a számláimat? Hát mondjuk az, vagy még egy nullát odaírok a internet számládba. Tehát én megcsinálnám, csak ott az amerikaiak annyira nem. Tehát ez ilyen magyar módi, meg Gergő módi. Ja. És akkor ott van még egy szerintem egy nagyon érdekes mellékkarakter, a Kim, aki szerintem baromi jól fel lett építve, hogy mégis kicsit olyan ilyen konfliktus forrás azáltal, hogy a gonosz ügyvéd cégnél dolgozik, de ugyanakkor egy nagyon fontos bizalmasa, aki nem is fél így segíteni neki. Hát és ő a híd, szerintem. Abszolút, igen. És főleg ezek a kis ilyen, amikor átmegy a szépségszalomba, és ott azt hiszem festette a lábkörmét, meg ilyenek, a Saul, vagy Jimmy jobban mondva, ott olyan érdekes beszélgetések voltak, és tök lehetett érezni, hogy ezeknek ilyen jó és érdekes múltjuk van, és ezekben mindig találtunk ilyen bepillantást a hiszem későbbi részekben volt, amikor ott láttuk, hogy ő ilyen kihordó a cégen belül, és ilyen nagyon érdekes nézni ezt, és szerintem baromi fontos karakter lesz még a továbbiakban. Én nekem az a baj, hogy nem tudunk róla még semmit kávé. Tehát a hátteréről igazából engem az érdekelne, mert én pontosan azt éreztem, hogy a Saul-lal vagy a Jimmy-vel van nekik valami közös módjuk, amiről nem beszélnek, direkt kerülik a témát. Uh-huh. Tehát, hogy vagy volt közöttük valami futóviszony, vagy nem tudom. De én folyamatosan azt érzem, hogy van közöttük valami vibrás, és ez nem az a odaadó barátság. Uh-huh. Nekem ilyen sorozat építési szempontból azt tűnt fel egyébként az egész sorozatban, hogy ők nagyon-nagyon arra játszottak, hogy ez nem egyévados lesz. Tehát amivel sokan számolnak, hogy megcsinálnak egy ilyen sorozatot, és valószínűleg egy évad után lelővik, mert a 5. részre már nem nézi őket senki. Itt a Saul-nál ugye nagyon, én úgy vettem észre, hogy nagyon úgy építették föl, hogy itt lesz 2. évad, lesz 3. évad, és minden karakter direkt úgy építettek föl, hogy hagyták, hogy ilyen igazából nyitott kapuk maradjanak, mert tudták, hogy később ki fogják tudni vesézni. Hát igen. Tudták, mert hogy már az első évad premierje előtt, ugye az novemberre volt berendelve, elvileg akkor jött volna, csak áttolták februárra, és azzal egy időben bejelentették, hogy akkor lesz 2. is. Uh-huh. Tehát valószínűleg akkor úgy kezdték el átírogatni a dolgokat, vagy utóforgatások, vagy valami, hogy akkor biztosak benne, hogy lesz folytatás. 2. évad mindenképpen, ráadásul az már 13 epizóddal. Uh-huh. Ugyanakkor szerintem túl messzire nem szabadna tervezni, mert azért a nézettség durván visszaesett. Itt most előttem vannak a számok. Ugyebár az első rész az ilyen sorozatos premier csúcsa nyitott. Igen, kábelen. Tehát 6,88 millió nézővel, ami durva. És a második része, itt most jön az, amit te mondtál, Gergő, hogy szerintem sok új nézőt elriaszthatott. Ott gyakorlatilag több mint a felére visszaesett. És még így is rettenetesen stabil, tehát AMC-n ez a nézettség, ez bőven elég a túléléshez. Gondolod? Mert hogy igen, hát most a Walking Dead az egy nagyon különálló kategória, 15 milliós nézettségével. Megnézed a többit, az összes többi AMC sorozatod, azok ilyen 2-3 körül mozognak amúgy. Uh-huh.
Tehát, hogy ez még bőven elég, az a stabil 3 milliós nézettsége, és még a célközönségben pedig még mindig a legerősebb a Walking Dead után kb. Na jó, hát a negyedik résztől kezdve már sose érte el a 3 milliót, ahogy nézem, a finálé az 2,5 volt, időnként volt 2,3 is, úgyhogy... Szerintem amúgy ennek is idő kell, hogy még az emberekhez elérjen. Hát csak itt érted, az a pikantériája az egésznek, hogy ennek meg volt ágyazva, tehát itt nem kell annyira felépítenie a semmiből magát, mint mondjuk egy Breaking Badnél, ahol szintén nem voltak olyan baromi jók a számok sok ideig. Hát azt a negyedik évadnál fedezték fel az igen. emberek. Meg a Trónok harcát is a második évad után kezdték el igazán nézni az emberek. Tehát szerintem most ennek kelleni fog az az idő, ami eltelik az első és a második évad között, hogy az emberek elkezdik hallani, hogy hát tudom, hogy van ilyen sorozat, de annyira nem érdekel, mert biztos szar. És ugye hát most már látjuk, hogy nem nevezhető éppenséggel annak, úgyhogy valószínűleg így a két évad között bepróbálják, és akkor talán jobban elkapatják az emberek. Én azt is mondanám egyébként, hogy ugye mondják, hogy a nézőknek meg kell találni a sorozatot, de szerintem a Better Call Saul-nál például a sorozatnak kéne megtalálni a saját nézőit, mert azért ez akármennyire is szeretjük, nem egy olyan könnyen fogyasztható sorozat szerintem. Tehát el kell tenni egy kis időnek, mire azok az emberek, akik erre fogékonyak, megtalálják ezt a sorozatot. Ez így van. Ja. Mert még azért messze van még potenciál a maradékban. Tehát hát persze. Nagyon, tehát nekem bejött az első évad, nem mondom, hogy teljesen extázisba kerültem tőle, de bőven teljesítette azt, amit vártam tőle. De erre van egy nagyon jó ilyen hasonlatom, igen. Hogy ilyen összefüggős, ilyen egymondatos dolgom szerintem. Erre, hogy ez a sorozat milyen, mert talán Breaking Bad-del összehasonlítva lehet azt mondani, hogy az a Breaking Bad volt az, ami ugye összefogtad a történetet, a karaktereket, ugye az operatőri munkát, mindent, és azt lehetett róla mondani, hogy jobb, mint a részeinek az egysége. Uh-huh. Szerintem. Arra a sorozatra azt lehetett mondani. Viszont itt a Szolnál például még azt nem érzem, hogy ha összeadod ezeket a dolgokat, akkor megkapod a Szolt. Maga a sorozat szerintem nem jobb, mint a részeinek az egysége, ha ennek van értelme. Értem, amit mondasz, jó. Az összeáll meg, azért a Breaking Bad-nél elfelejtik, az első évad az nem túlságosan néző megtartásra ment rá. Tehát az is egy nagyon-nagyon kimért, lassú sorozat volt, aminek azért a harmadik évadig el kellett jutnia, hogy az ember már tényleg úgy jött, hogy ez az basszus, így ez kell nekem. Mert hogy előtte azért tényleg felvezették, és nagyon lassan, de nagyon profin vezették fel, ami nem biztos, hogy mindenkinek tetszik. Ja. Csak az embernek türelmet kell hozzá tanúsítania, és itt a Szolnál is ez van szerintem, mert idővel tényleg mire eljutottunk az évad végére, azért tényleg megismertünk mindenkit, akit eddig ezelőtt nem, és elkezdett érdekelni minket a dolog. Igen. Persze. Meg hát ugye azt vegyük bele, hogy mi azért eléggé nagy sorozat rajongók vagyunk, egy átlag embernek, aki belenéz, és mondjuk a Szol spin-offra azt várja, mint mi is, hogy valami humoros lesz, és nem azt kapja, az nagy valószínűsége ott is abba is fogja hagyni, és megy tovább. Tehát még azok is, akik úgy ülnek oda, hogy Breaking Bad fanok, azok is lehet, hogy mást várnak tőle, és hagyják. Jó. Hát igazából ki fog derülni. Én szerintem nem kell attól félni, hogy itt nagyon ellaposodna a történet, meg ilyenek, mert itt tényleg érezhető volt, hogy építkeznek az első résztől kezdve. És akkor szóba került Mike, aki a hatodik részben azt hiszem meg is kapta saját epizódját, ahol Szól talán 5 percet, ha szerepelt. Igen. Azt hittem, azt mondod, hogy az Emmy-ét, mert azt is meg kéne. Ki tudja. Én azt odaadnám neki, bőven. Ja. Mert hogy az az epizód simán az évad csúcsa volt. Tényleg egy Better Call Saul sorozatban a Better Call Mike című epizód, tehát annak kellett volna szerintem lenni amúgy a címének, az a legjobb eddig, amit kiadtak hozzá, mert ugye ez megint Breaking Bad nézőknek készült szerintem főleg ez az epizód. Mert ugye azelőtt így tényleg ő kb. A Portás bácsi volt, amit eddig láttunk belőle, és itt viszont tényleg belementek a hátterébe, hogy mit dolgozott, hogy mi a kapcsolata azzal a lánya, az unokája, az mégis... hogy van egyedül, tehát az őt nevelő édesanyja, az hogy van egyedül, hogy az most a lánya volt, vagy nem a lánya volt, vagy kihez kötődik, és ezt is megismertük, és mellé még kaptunk egy nagyon-nagyon szívszorító történetet a végére. Csalódásokra is az, hogy egy szülőnek mennyire fontos az, hogy gyerekének jó legyen, hogy ahhoz, hogy
úgy érzi, hogy jót tesz számára, vagy jót cselekszik az ő érdekében, és ehhez képest mégis a gyerek az teljesen összeomlik miatta, és megyet tönkre tudja ezt tenni. Tehát ez számomra egy nagyon-nagyon összeszorító epizód volt. Hát szerintem egyébként az évadnak talán a legjobb része. Igen. Ja, könnyen lehet. Könnyen lehet. Meg tényleg azért ott voltak benne megint ezek a kis, tudod, ezek a kis sufni-tuning megoldások, amikor bemegy a mosdóba, és akkor egy megvesz két tisztasági betétet, vagy egy golyó ütöttesebben elszorítja, vagy amikor ott előadta az ittast, és utána elkapta a két rendőrt, aki ugye a fiával végeztek. Uh-huh. Tehát én éreztem benne a Breaking Bad-et. Igen. Ja. Egyébként ne felejtsük el, hogy az ember ez 68 éves. Tehát elég öreg uras tempója van, tehát igen. Tényleg nem szalad az ember, nagyon látszik, nagyon kimért, de mégis van egy olyan tekintet, egy olyan nézés, egy olyan testbeszéd, amit azért látod, hogy azért vele nem kéne szívózni. Persze tiszteletet parancsol, már úgy, csak hogyha áll egy helybe és néz rád, az unott szemével. Igen, van valami félelmetes a kisugárzásában, ott van az a parkolóházas jelenet, tehát ja, két henchmennel? Igen. Tehát, hogy amúgy az megvan, hogy az egyik verőlegény az a GTA 5-ben a Trevor-t szinkronizálta, tehát a pszichopata arcot. Uh-huh. Tehát akit ott ugye szétkapott négy fegyverrel, tehát az így nem videójátékosoknak jobban megvan, de az ő volt. A hangja amúgy hasonlít is rá, a fizikumot annyira nem róla, mint Astrak Trevornak, de hogy az ő volt. Uh-huh. Ez csak ilyen kis mellékinfo, de az is egy nagyon jó pofaját volt, és láttuk, hogy Mike az mindig a helyzetnek a magaslatánál. Legyen az bármilyen helyzet éppenséggel, egy szituáció. Ja. Egyébként szerintem itt is az jön be, ami nagyon sok más helyen is a sorozatban, hogy annak ellenére, hogy jól megírják a történetet, meg minden, akármilyen színészt vezényelnek oda a kamera elé, azt valahogy úgy tudják irányítani és vezetni, hogy az élet alakítását adja ki magából. Tehát nem tudom, nem ismertem azokat a színészeket, akik ott voltak. Ugye a Mike-nak nem tudom fejből a színészét. Jonathan Banks. Igen, Jonathan Banks. Ő is, amikor ott van a kamera előtt, akkor minden alkalommal egy olyan alakítást tud magába kicsikarni, ami anélkül, hogy megszólalna, az már érték. És ez nem tudom, nagyon kevés sorozatba élem át, és szerintem ezért tűnik fel ennyire. Uh-huh. Hát meg jól is vannak megírva ezek a karakterek, tehát egy nagyon jó színésznek adsz egy nagyon rossz forgatókönyvet, ő sem biztos, hogy tud velem ezt kezdeni. De hogyha van egy jó képességi színészünk, és odatolunk elé egy normális forgatókönyvet, az bizony az emiért versenybe fog szállni. Általában ez szokott lenni. Uh-huh. És itt Jonathan Banks tényleg tud, hogyha akar. És ez a karakter is szerintem eléggé egyedi és figyelemre méltó, és jók a szövegei, és jó a rendezés, és tényleg minden a helyén van ebben a sorozatban, nagyon profi van elkészítve, és látszódik, hogy mit tudnak ebből kihozni. Uh-huh. Ja. Jó, akkor szerintem beszéljünk az ilyen történetszálakról, hogy ott volt például az a kincstárnok, vagy igen, mi igen, volt igen, a titulusa, az aki volt. Elcsorta a pénzt, és a felesége ártatlannak vallotta, és ragaszkodta ahhoz a lóvéhoz, hogy ez nekik jár. Nem tudom, nekem baromira tetszett ez a megoldás, hogy van egy ügy, amit így több szálon át így felhasználnak, de nem úgy, hogy egész végig arra koncentrálnak, és ez szerintem egy tök érdekes dolog volt, mert én attól féltem egy kicsit idő után, hogy nagyon rászállnak erre a gangster szára, ami félig meddig erre igaz is volt, azáltal, hogy a Tukónak a haverja is belekeveredett. A Nacho. Igen, és ugyanakkor később a öregek otthonás szállal szerintem tök jól mutatták, hogy nem kell csak ilyen gangster dolgokra gondolni, hanem néha így beraknak egy ilyet is, és ez szerintem nagyon jól megoldották ezt a nem szigorúan ilyen, hogy mondjam, recepttel működő sorozatot, hanem tényleg egy kicsit egyik ilyen, egyik olyan, és emellett még bőven tudnak a karakterekre is koncentrálni, úgyhogy nekem ez a két ügy gyakorlatilag ezek voltak szerintem a legfontosabbak, és nekem tényleg nagyon tetszett ez a fajta tálalás.
nekem is tetszett egyébként, csak szerintem itt is az a nagy előnyük, hogy ők mernek előre gondolkodni. Tehát a legtöbb sorozat az egy részben el kell intézniük valamilyen történetet, igen, mert ki tudja, hogy mi lesz a következő, meg az azutánival. Itt tényleg kiengedhetik 3-4-5 részre. Tudják, hogy valószínűleg az, aki nézi a sorozatot, az maradni fog, tehát az fogja érteni, hogy mi történik, amiatt nem fognak nézettséget veszteni, és ezáltal ugye a sorozatot is bezárni. És ugye ez az, ami oda vezet, hogy nagyon jó történeteink vannak benne. Tehát jó, mondjuk nekem kicsit fura volt, mert irritált a két karakter, aki ebbe a pénz lenyúlós dologba benne volt. Tehát, a kettől menik? Igen, túlságosan ilyen, nekem ilyen nagyon pózer amerikai, nem tudom micsodának mondjam, ez a nagyon mintacsalád és stb. Ez nagyon-nagyon-nagyon tudott irritálni. Mondjuk ezt is tudtam ez is volt a lényege. Igen, persze, ez volt a lényege, csak amikor már dobzódok az ilyen karakterekbe, akkor már tudnék valamelyikre azt mondani, hogy jó, akkor ebből most elég volt, de ugye ennek ellenére az öregek otthona szál, az pont erre volt jó szerintem, hogy ugye szólnak a saját karakterét, azt szerintem sokkal jobban előre vitte, uh-huh, mint a Cattleman-es rész. Igen. Tehát ott sokkal jobban kijött az, ahogy ugye Sleeping Jimmy-ből James McGill-be, és utána állt milyen szól? Bocsánat. Goodman. Igen, Saul Goodman. Ahogy ez a fejlődés így végig tudott rajta menni, mert mindig egy icipicit kicsit visszaesett, kicsit előre ment, és így láttad, hogy épp hogy a karakterében hol tart éppen. Tehát, hogy már bele-bele harap a Saul Goodman részébe, de még mindig néha egy kicsit Sleeping Jimmy-nek érzi magát, uh-huh, és ez nekem nagyon-nagyon tetszett az öregek otthonás részbe. Yeah. Én a kettő menéket bírtam, mert hogy annyira látszódott, hogy az a tipikus papucs férj, és az asszony volt ott az igazi agresszor, szerintem ő vette amúgy rá, hogy lopja el azt a pénzt, egyértelműen, és a nőnek kellett volna börtönbe bennie, de mégse, mert hogy ugye ez nem így működik, tehát itt nem szolgáltatnak igazságot, hanem aki éppen a golyót bekapja, az fog börtönbe vonulni. És nem is lehetett vele mihez kezdeni. Az öreg otthonánál pedig ugye nem kellett arcot adni a túloldalnak, hanem egy egészen nagy ilyen összességet kellett ott képviselni a szónak, és ugye ez megint csak szerintem nagyon jól kikarikírozta, hogy itt jobban rá lehetett feküdni akkor szónak a karaktere és az ő sikerélményére. Igen, és milyen két jó jelenettel indult be ez a két történetszál a nagy finishbe, hogy a Cattlemaniknél az, amikor elcsórják a pénzt, ami frenetikus volt azzal, ahogy csinálták, hogy kiderítsék, hol a lóvé. Ja, az kreatív volt, hogy nem tudom, hogy jutott eszünkbe ez egyáltalán. Hatalmas volt. Az öregek otthonnál meg, amikor a Budin a WC papírra ráírja a vádiratot, hát hatalmas. Szóval erre rá kell jönni tényleg, ez nem kis írói teljesítmény. Hát, de itt azért sose kellett ilyen elvetemült ötletekért a szomszédba menni, yeah, szerintem lenni a sorozatnál. Tehát elég amúgy a viszonyú kicsit az ötödik része arra a két jogesetre. Tehát ugye ezek is lehetnének ilyen nagyon random, epizódikus hülyeségek, de csak azért voltak, hogy feldobják egy kicsit az epizódot. Ugye ez a Monopoly pénzes, meg a filmi a Chandler. A szandiai köztársaság, hát az beszarás. Tehát fetrengtem, amikor ott előtték azt a játékpénzt, utána pedig az a pornós WC. Tehát igen. Ez a filmi Chandler, oh, you're so big! Igen, ott egyből eszembe jutott a Nicsak kibeszél, nem tudom, azt láttátok-e, ott igen, volt a WC, aki ott beszélt. De tényleg az a szandiai köztársaságnál annyira fura volt, hogy nem is értettem, hogy basszus, ha a Saul az ilyen gyorsan, nem tudom, mint pár rész után ennyi lóvét kap, akkor... $1 millió igen, felajánlanak neki. Tehát ez nem kicsit gyors tempó a sorozat kezdetéhez képest, és már ilyen gyorsan egyenesbe jön, aztán elviszi azt a vonki egy tartó kis papírt, és utána a fickónak az arca van, tehát az beszarás, ez hatalmas. Úgyhogy, de és én ilyen, ezek miatt szeretem ezt a sorozatot nagyon, mert mindig tudnak beletenni valami nagyon szélsőséges hülyeséget. Igen. Hát meg nem sajnálják megszívatni ezt a szerencsétlen embert is, tehát amit az első, főleg az első évad első felében műveltek vele, azért az nagyon kemény volt. Semmi nem jött össze szerencsétlennek, és ahhoz képest még viszonylag jól kijött az egészből per pillanat,
Úgyhogy tényleg nagyon, nagyon-nagyon tetszett, amit ott láttam. És miről beszéljünk még? Hát például beszélhetnék Nachóról is. Nachóról, jó. Mert Nacho az megint egy olyan karakter, akit eltettek későbbre. Meg szerintem Tukót is látni fogjuk még később bőven. Tehát már láttuk, hogy ugye ő is jól be van kasztingolva, tehát amúgy nem egy ismert színész az a srác, őt meg másik videójátékos utalása Wasp volt a Far Cry 3-ban. Ugye neki volt ez a nagyon híres monológia. És örültem neki, mert egy hasonló jellegű karakter, csak talán annyira nem pszichopat, amit a Far Cry 3-ban volt. De ugyancsak neki is úgy látszódik valami a kiállásában, hogy a tekintélyében, hogy azért ijesztő az a fazon. Látszik, hogy igen, simán nem tudom, egy snitzerrel levágja a bal seggedet, hogyha arról van szó. Ilyen kis ilyen minigász gyakorlatilag szerintem. Valami olyasmi. Tehát, hogy sokkal hidegvérűbb és meggondoltabb és átgondoltabb az a karakter, és ezért tetszett nagyon, hogy azért úgy szerepeltették nem sokat, és később, hogy biztos, hogy feljebb fog jutni. Ugye Michael is találkozott később, mikor mondták, hogy ugye a szervezeten kívül tevékenykedik, tehát ezáltal már láttuk, hogy azért ő is így szeretne feljebb törni, mint ahol most jár jelenleg. Azért én kicsit aggódtam, hogy amikor először megláttam hogy a karaktert, hogy behozzák, hogy kapunk egy mini Tukót, de aztán elkezdett beszélni, meg ahogy tette-vette magát, rájöttem, hogy azért nem, itt kapunk egy rendes egyedi karaktert, de nem tudom, nem, az vagy nehéz rosszat mondani erre a sorozatra. Ja. Meg a karaktereire. Igen. Talán a, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, a finálétól valahol kicsit többet vártam, vagy mást vártam. Ezzel mindenki így volt amúgy, tehát így végignéztem, és tényleg ismerős is írta, hogy szerintem rettenetesen szar volt, meg más helyen is láttam, de én nem éreztem ezt. Nem tudom, én úgy éreztem, hogy kicsit így behúzták a kéziféket, tehát az ilyenfajta történetmesélést el lehetett volna sütni mondjuk a hetedik résznél, vagy lehet, hogy még hamarabb, és én nem láttam indokoltnak, hogy miért kell újra visszamenni erre a fajta történetszára. Hogy mondjuk a végén leplezték volna le a csákkot? Akár nem tudom. Tehát ott ez a Shimlis Jimmy dologra szerintem felesleges volt ebben a stádiumban már visszakanyarodni. Igazából nekem csak annyi volt a bajom ezzel a történetszára, hogy nem az utolsó részre kellett volna ezt elölni. Igen. Igen, ezt mondom én is, hogy, hogy nem, tehát nem volt, tehát kicsit, mint a kilencedik rész, az, én azt tudnám elképzelni inkább, mint finálé, és ezt így teljesen ilyen rossz sorrendbe adták le szerintem. Tudom, ezzel szerintem sokan így vannak, hogy kicsit a behúzott kézifékkel fejeződött be ez a sorozat, amit nem láttam teljesen jó döntésnek, de hát... Tehát most, ha azt mondjuk, hogy ez a legrosszabb része az évadnak, akkor is már marha jól állunk. Ja. Tehát én nekem amúgy nagyon tetszett, mert hogy a végére ugye kihozták azt, hogy akkor most fordul meg Jimmy. És amikor ugye mondja is Mike-nak, hogy de miért nem osztottuk szét azt a $1,5 millió? Simán elsétálhattunk volna vele. És akkor ugye Mike mondja, hogy őt ugye megbíznak egy feladattal neki. Ez elvi kérdés, hogy azt a pénzt nem tesszük el. És a Saul megmondja, hogy hát elvi kérdés, de én azokat az elveket most már leszarom. És akkor most fogunk átmenni Saul Goodmanbe. Valószínűleg a következő évad végére. Ez meg azt kellett, ugye, hogy az előző részben meg a ugye a Chuck az kiderüljenek a dolgok, tehát meg volt a logikus lépés, a fejlődés, hogy eljussunk erre a pontra, és azért nem tudom nagyon savazni az utolsó részt, mert én magát a részt nagyon élveztem. Jó volt, persze, csak mást várt szerintem mindenki. Hát ugyanúgy tényleg a simlisséget most így nagy... Láttuk a mostani Jimmy McGill-t, ahogy Sleeping Jimmy-zik még a régi idők emlékére, és hát nem tudom, hogy mondjam ezt, de szerintem ez kellett, hogy a múltját is lássuk, hogy ezt teljesen maga mögött tudja hagyni. Jó, hát most nyilván megtudtuk, hogy elfogadja azt a $20,000 meg a végösszegnek a 20%-át, ha jól emlékszem. Valami olyasmit. Úgyhogy nyilván az lesz majd a kezdőtőkéje a Breaking Badből is ismert ilyen irodához. Már nézeget ezt az autót is, nem? Tehát amúgy úgy emlékszem, hogy ugye volt a Dagi haverja, hogy annak volt egy autója, és azt úgy nézeget, és ez nem ugyanilyet vezetett a Breaking Badben?
Vagy lehet, hogy pont ezt. Hát ezt már nem tudom megmondani neked. Én is ezen agyaltam, hogy nem voltam benne biztos. Meg ugye a gyűrű, amit ugye haverjátok kapott, azt viselte viszont a Breaking Bad-be, abban biztos vagyok. Uh-huh. Volt neki egy ilyen fura gyűrű, és most már megmutatták, hogy azt is. Meg hát gondolom azt a, még a... Volt ugye neki ez a dagadt testőre. Igen, a Hugh, ugye, ővel is lassan találkozni kell szerintem, meg ugye meg kell szerezni ezt az üzlethelyiséget, meg ugye volt neki ez a szabadságszobor, ilyen felfújhatós lufis uh-huh. dolog, uh-huh. és még gondolom az üzlethelység is majd később lesz meg, de gondolom akkor innen fogjunk eljutni odáig valahogy. Ja. Persze. Jó. Volt még egyéb ilyen kedvenc jelenetetek? Mert nekem egy talán a legkedvesebb részem az egészből a tukós sivatag mellett itt is a reklámtáblás PR akció. Uh-huh. Hát az valami, az hatalmas volt. Tehát ott éreztem igazából, hogy ez az ember, ez később a Breaking Bad-nél nem véletlenül húzott ki sok mindenkit a szarból. Tehát ilyennel előjönni, hogy látszólag ilyen totál idióta húzásból, hogy lekopizza az ügyvédi cégnek a logóját, meg minden, és utána egy jól megrendezett ilyen akció keretében óriási publicitást csinál magának. Ez frenetikus volt. Nagyon látszik, hogy oké, hogy vagy a Jimmy az még azért próbál így helyesen cselekedni, de azért már ott van benne az a kis féreg jellem, igen. ami kell ehhez a karakterhez. És itt még csak csírázik az a bizonyos jellemelem, és majd később eljutunk odáig, de mondom, ez is egy ilyen folyamatsorozat, mint a Breaking Bad. Tehát ugyanúgy egy embernek a teljes átalakulását fogjuk. Egyébként, ami szerintem még vissza fog csengeni ilyen frázis a sorozatban, szerintem az, amikor a Chuck ugye mondja, hogy a jogot az egy felelősségteljes dolog, tehát azt nem szabad rosszra használni. Uh-huh. És ugye tudjuk, hogy hova vezet Szolnak a története, úgyhogy szerintem az még valamikor vissza fog csengeni, hogy ugye a rossz oldalra állt, vagy hát hogy is mondjam. Hát amikor már Mike tényleg szinte az alkalmazottja lesz, igen. vagy nem tudom, hogy sokat többet dolgoznak együtt, inkább azt mondom. Meg ugye számíthatunk Breaking Bad cameókra, tehát ugye a párostól. Ugye Jesse Pinkmant már elvileg ebben az évadban is be akarták hozni, csak aztán eltolták, szóval szerintem jövőre látni fogjuk meg. Bryan Cranston is nyilatkozta, hogy ő szívesen beugrik egy-két epizódra. Csak az is kérdés, hogy akkor most a Walter White, a Heisenberg, vagy melyik stádiumot fogjuk látni belőlük? Szerintem még lehet, hogy az a Walter White, ja nem, várj, ez nagyon korai, arra gondoltam, hogy az a Walter White, aki ugye még a Grey Matter-ös érából van, de az nagyon korai lenne. Mm. Szerintem az már túlhaladta most hát is. Hát az egyetem után alapították azt a Grey Matter-t, amennyire én emlékszem. Mm-hmm. Tehát vagy ilyen Breaking Bad közbeni valami kis mellékszállat mutatnak be talán. Jesse az ugye Breaking Bad utánival is visszatérhet. Az igen, de szerintem a Waltert hagyni kéne a Heisenberg írát, tehát el tudom képzelni, hogy tényleg így egy kis cameo erejéig. Egymásba koccannak mondjuk az úton, vagy valami. Kb. Vagy nem tudom. Mit tudom én, lesz valami olyan ügye, ami az iskolába vezeti, aha. és ott találkozik a magával, az izével, a Walter White-tal. Igen. Mert azt hiszem, ha jól emlékszem, a Breaking Bad-be úgy figyelt fel a szóra, hogy meglátta a reklámját. Tehát a tévéreklámot, igen. Nem úgy tűnt, hogy ja igen, emlékszem erre az emberre. Tehát nem kéne szerintem nagyon kihasználni, hogy egy olcsó ilyen PR húzás keretében elővenni csak ezért, hanem egy cameo az szerintem poénos, meg ilyenek, hogy bejön, hogy nem tudja, hogy merre van ez az út, vagy akármi. Jesse-t azt elő lehetne venni, akár egy flash forward-dal, ez benne van szerintem. Izéket, badgeréket szerintem simán elő fogják húzni, aha. tehát azzal nem hiszem, hogy lesz probléma. Ja. Hát meg Gust ugye láthatjuk még esetleg, ugye róla már volt szó. Szerintem igen, az biztos. Meg az is kérdés amúgy, hogy mennyi post-Breaking Bad-et fogunk látni? Uh-huh. Hát szerintem kb. Ennyire fognak szorítkozni egy-két jelenet évadonként, és talán a sorozat vége fele fogunk átcsapni abba, vagy nem tudom egyébként hova vezetünk, tehát hol lesz ennek a vége, mert lehetne azt mondani, hogy az a vége, amikor találkozik Walter White-tal, hogy akkor ő lesz az ügyvédje, de nem látom most a sorozatból, hogy ezt akarnak.
Hát azt tudjuk ugye, hogy 2003-ban játszódik a sorozat, és a Breaking Bad pedig 2008-ban. Tehát ugye az az 5 éves korszakot fogjuk látni jó eséllyel. Tehát akkor 5 évadra lehet felkészülni, az pont olyan, mint a Breaking Badnél volt. Most, hogy van erre tényleg, ki van ez tervezve, centire számolva, mint a Breaking Bad esetében, az már egy más kérdés. Ja. Meg az sem biztos, hogy egy évad egy év lesz, tehát azt csinálják, amit akarnak. Hát persze. Mondjuk itt nem tudom, hogy mennyi idő telt, de valószínűleg nem lehetett több amúgy szerintem 3 hónapnál. Lehet, hogy így is sokat mondtam. Mm. Igen. Hát meg nem tudom, szerintem így ezeket a flashbackeket sem kell végtelenségig erőltetni. Tehát kicsit olyan muris volt, hogy amikor a Chuck kiszabadította a Jimmy-t, ez nem tudom én, egy olyan hány évvel ezelőtt lehetett? 5. Szerintem 5. Talán arról volt szó. Talán mondta a Dagi ugye, hogy 5 éve eltűnt a szó. Ja, igazad van, ja. És gyakorlatilag tényleg csak így a frizurák változnak mindig. Hát hosszabb volt a haja, haja akkor. Hát, nem tudom, hogy mennyire lesz szerencsés, hogy nem tudom, én Mike-ot is visszahozzák 20 évvel korábbra. Ja. 68 évesen majd mókásan. Nehéz múlki. Lesz, ja. CGI-jól talán. De... Ez már ilyen turva felhőatlaszos sminkkel, az szerintem. Egyébként ahogy felvezették ezt az egész karaktert, szerintem nem igazán indokolja semmi, hogy még flashback-eket csináljunk, mert mintha nem is történt volna nagyon semmi az a karakterrel. Tehát volt ez a Sleeping Jimmy korszaka, tehát azt nem tudom, hova tudják még kurtítani, ott is behoznak valami mafiózókat, vagy olyan fura lenne. A jogi iskola, meg a szamói jogi iskola, az talán annyira levelezőn, az annyira nem érdekes, hogy ezzel foglalkozzanak. Más nagyon nem tudok elképzelni, szerintem csak előre lehet most már menni. Hát talán nem tudom, mint Chuck-kal valami régebbi, akármi, akár cégen belül is. Hmm. Hát tudom. Ott is ilyen levelezős fiú volt, hát milyen dolga lehetett. Nem tudjuk. Hát talán a Kimmel lehet még valamit az mutatni nyilván, a hátterükről, de hogy többit azt én sem nagyon tudom elképzelni, de én azért bízok az alkotókban. Tehát azért már ez az első évadban bizonyították, hogy azért tudják, hogy mit akarnak csinálni ezzel a sorozattal. Tudnak mihez kezdeni ezzel a karakterrel, hogy tényleg a comic reliefből mit hoztak ki. Hát egy ilyen nagyon-nagyon szürke hős, de már nem is lehet teljesen jónak nevezni ugye a végére. De én maximálisan elégedett vagyok, tehát pont így kell megcsinálni egy Breaking Bad utódot. Egy olyan karakterrel hasonló stílussal, de azért mégis megkülönböztethető tőle, és én emelem kalapomat, és nem beszéltük annyira a színészekről, de ugye Bob Odenkirk, ugye a Jimmy McGill szerepében frenetikus továbbra igen, is. Zseniális. Ja. Tehát azt, amit csinált a Breaking Badbe, az kutya füle ahhoz, amit most csinál. Hát igen, mert itt azért egy sokkal nagyobb rádiuszban, vagy nem is igen. Tudom. Hát jobban sokkal ki tud teljesülni. Minden. Igen, azért sokkal több mindennel tud játszani. Igen. Jó. Na, akkor Sirin, ha már nyilván Zoli is ott van a közeledben. Hát én éppen a ház vagyok, ők meg kint vannak a tűz mellett. Jó, akkor beszéld már rá, hogy kezdje el végre, mert semmilyen épkizláb módot, vagy indokot nem mondott, hogy miért nem kezdte még el. Én is kérdeztem tőle, azt mondta, hogy most a Banshee-t nézték, aztán amellett nem igazán volt kedvük másba belevágni. De mondom, jó, a Banshee az egy jó kifogás, maradjuk a jó. Pont a harmadik évadot nézik a legjobbat, úgyhogy... Jó, akkor utána kezdjék el, mert ez utána szabad. Nem maradhat. És végezetül egy kérdés, nem tudom, ti hogy voltatok vele. Én lehet, hogy borzasztó idióta vagyok, de ez a Saul Goodman, ez nekem nem jött le, hogy ez egy szójáték, és amikor itt kiderült, hogy it's all good man, akkor... Nem tudtad. Nem, így néztem, mondom, úristen, hogy nem fogtam én ezt fel eddig? Ó, Freddy. Tényleg nem? Nem. Én azt hiszem, ez annyira triviális, így nem. Annyira adja magát, hogy soha, it's all good, man. Soha nem gondolkodtam el ezen. És most, amikor egyébként másnak is elmondtam kollégának, hogy te, ez neked feltűnt, és neki se. És tényleg? Totál hülyének éreztük magunkat, hogy egy ilyen tök egyértelmű dolgot. Úgyhogy, de jó. Nagyon okos amúgy, tehát színeket szeretem, amikor így tényleg egy karakter neve reflektál valamire. Persze. Van egy másik sorozat, most az I Zombie fut, és a főszereplő csaj, zombi csaj, és Liv Moore-nak hívják. Uh-huh. Ja. Tehát én az éneket nagyon szeretem amúgy, amikor tényleg így valahogy reflektálnak a karakternek a jellegére, vagy valamit mondani akarnak vele. Ja. Jó, hát akkor... Én így jártam, de annál nagyobbat ütött mondjuk így ennyi idő után.
De hallottam szerintem innen Szegedő is, ahogy leesett. Aha, ja, kösz. Lehet, hogy most pár hallgatónkat még megvilágosítottak. Gergő, ne olcsod már Fredit, nem bozott tűz. Nem, hát vállalom. Hát most ennél nagyobb bajom ne legyen. Következő évadra kiderül, hogy Walter White is jelentett valamit. Yeah. Figyelj, én már túléltem egy kombányt, már semmi más nem tudja ezt már levakarni rólam, úgyhogy belefér. Jó, na, úristen, 50 percnél tartunk, ez mondjuk 10 részre, ez is szerintem teljesen jó, úgyhogy furcsa mód, egyébként sokan, amikor kérték mindig, hogy beszéljünk róla, nem volt mindenki annyira oda ez a sorozatért, mint mi, úgyhogy írjátok le, hogy pontosan mit kifogásolni valótok volt, mert én nem nagyon hallottam még ismertségi körömből olyat, aki kiakadt volna, hogy abba kell hagyni, vagy stb. Úgyhogy írjátok meg, hogy ti hogy viszonyultok a sorozathoz, és mit vártok tőle a későbbiekben? Akár, ja. Hát nyilván egy évet várni kell erre is. De akkor már 13 részt kapunk, úgyhogy a podcastünk is hosszabb lesz valószínűleg. Igen, ez benne van a pakliban, ahogy ismerem magunkat. Úgyhogy ez volt a Better Call Saul podcastünk, és nem is említettük meg az intrót, hogy az milyen csodálatos. Hallani fogják szerintem az elején amúgy, vagy hallották, akkor inkább múlt időben beszélnek. Intro? Nem. Hát a Better Call Saul intrójára arra 10 ja. másodperces pénzt. És mindig más. Mindig más, és a mindig várom, hogy befejezze a gitárszólót, és utána egyszerűen csak le van vágva. Igen. Aki ezt kitalálta, hatalmas. Hát ez is arra utalt, hogy ennek a sorozatnak nem lesz vége. Most nem. Ja. Úgyhogy ez tényleg egy másfajta sorozat. Tehát nem tudom elképzelni, hogy egy másik sorozat egy ilyet csinálna, hogy tényleg így painttel berak egy ilyen neon színekben egy ilyen borzasztó logót, és utána egy szar gitár szólót. Azt hiszem az egyik részben egy ilyen piszoár volt a háttérben. Igen, tehát benne meg szólnak volt a gyufás srácok, ja. Srácok, lehet, hogy ezt abba kéne hagyni, mert Zoli bejött full részegen. Úristen. Azt mondta, hogy lent már mindenki be van baszva, úgyhogy lehet, hogy nekem lassan indulnom kell. Elfogy a korona. Remélem még megvan a koronám. Jó. Na, különben akkor itt nagyon nagy gondok lesznek a családdal. Jó, akkor nem is tartunk fel tovább. Zolinak azért üzen meg, hogy jövő hétig józanodjon ki, mert akkor filmbarátok normál adással készül. Jó, már nem tud róla, úgyhogy. Jó. Nem is nagyon reagált mondjuk, úgyhogy emlékeztesd azért. Rendben. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, és akkor találkozunk hamarosan. Szevasztok! Sziasztok! Szervusztok!